Magyar Napok Program füzetében Temérdek kínálat mellett kerekítő ba, mama, baba mama foglalkozást is találunk, és két pedagógus most a vendégem, Csatári Erika és Kémenes Ibolya, és arról fogunk beszélgetni velük, hogy mi is a kerekítő, szervoztak. Szia! Köszönjük a meghívást! Kezdjük talán akkor azzal, hogy mi is igazából, mi a kerekítő, mik ezek az ölvéli játékok és milyen, milyen hatások van a gyerekekre, miért jó ez a gyereknek? Kezdjük akkor hát, tánál, akkor veled el, el. a veled. Jó. A kerekítő szó maga, ugye a, a világ kerekségét szimbolizálja, és ezért is választotta a, a mi hálózatvezetőnk ezt a szót a foglalkozás neveként. Ugye a gyerek, a kisgyerek is az anyuka, vagy a szülő, nem csak az anyuka, ugyanúgy az apuka ölében, az ő érintéseiben, az, a, az ölelésében teljesedik ki számára a világ, válik úgymond kerekké, és akkor ez a kerekítő szóvalójában valójában ezt szimbolizálja. Um, miért is gondoljuk mi azt, hogy fontos a kerekítő, hogy egyáltalán az őbeli játékok? Um, azért ez a kettő egy is ugyanaz akkor, ugye? Ugyanaz, ugyanaz. igen. Az. Tehát az őbeli játékok... Um, Valójában ugye már valamikor a 19. század második felében felgyűjtötték Lázár Katalinnak a népi gyermekjátékok gyűjtésében, ott találjuk az őbeli játékokat egy külön fejezetként, és ugye azt gondolta, ezek, ezekből merítkezve, meg más, más gyűjtésekből is merítkezve, um, vált, ugye ez egy... Um, egy foglalkozása, de van sok más is, amit más neven is uh, uh, léteznek. Um... Milyen játékok ezek <laughs> egyébként? Itt amúgy elmondom, hogy láthatják a hát a, a mögöttem ebben a képernyőben. Ez maga a kerekítő foglalkozáson készült? Hát ez, ez nem a miénken, ez valami, egy, egy régebbi szerintem. De ugyanolyan. Egy régebbi videó, de, de Igen. kb. így néz ki az, amiről beszélünk, hogyha valaki nem Igen. Éteni, hogy Igen. miről van szak, akkor kb. ez, ez a kerekítős foglalkozás. Így van. Az örvényi játékok, cirógatók, tenyeresdék, lovagoltatok, ami főleg a magyar kultúrára nagyon jellemző. Nem minden kultúrában találkozhatunk ezzel, és a magyar kultúra gazdagon bővelkedik ilyen mondókákban, Mondókák, versikék, meg, énekek, így van, amelyek a népi eredetűek. Ugye, pontos ismerik ezt az így lovagolnak a Így van, a pontosan. És a, a nagyszülőknek, vagy a, az anyukának, apukának a, a zöldbe ültetik a gyereket. Milyen hatása van ennek? Miért jó jók ezek az ezek a zölbéli játékok? Hát elsősorban a bizalom, a biztonság érzetét a gyermeknek növeli. Ugye, hogy az anyuka, vagy az apuka um, például a reptetésnél, ugye, reptetjük a gyermeket, és akkor a gyerek Aha. ugye Bizton, meg, meg, is, meg is ijedhet, de ugyanakkor biztonságban érzi magát, mert tudja, hogy az anyuka vagy az apuka kezében ő, ő, biztonságban van. Ugyanakkor, hát ugye a videgrendszeri folyamatoknak, a szerveződéseknek a folyamatában is nagyon fontos szerepe van ezeknek, amit már ibolya is elmondott. Ugye a taktilis érzékelés, ami végig jelen van ezekben a zöldbeli játékokban, a hintáztatás, a különböző módon való hintáztatás, ugye jobbra-balra, előre-hátra, akkor a, a sétáltatók, a reptetések ugyanaz, még egyszer, tehát ezek mind-mind olyan idegrendszeri, folyamatokat indítanak be, ami nagyon-nagyon fontos már kicsi kortól, és amit meg is találunk különböző terápiákban, mi nem, mi nem <laughs> mászunk bele ennyire mélyen, viszont tényleg használják, alkalmazzák például a szenzoros integrációs terápiákban, és az őbeli játékokat nagyon-nagyon fontos része például ennek a terápiás módszernek is. Mekor a gyerekek számára ajánlott ez, vagy, vagy mikor kell ezt elkezdeni, hány éves kortól, vagy mikor nem késő még? Nulla, akár. úgy, tehát a, a mi mozertani, uh, mozertanunk szerint 0 három éveseknek szól, um, de és... már pocsaklakóknak is teljesen Én. ajánlott. És ameddig a gyerek igényli, végül is nekem például a 6 éves lányom is még, és hat évesen is még kérte, hogy mondjuk a mondókákat, és volt kedvenc mondókája, úgyhogy úgy gondolom, hogy ameddig a gyerek igényli, addig lehet. Tehát, hogy... Lássuk, ha téged kérdeznélek, akkor erről, erről a kerekítő hálózatról igazából. Igen, a kerekítő foglalkozás, ez egy típusú babamama foglalkozás, nagyon sok ilyen típusú uh, foglalkozások vannak. A kerekítő, az Budapestről indult egy foglalkozás hálózat, Kovács Judit volt az uh, megálmodója, nála végeztük mindketten a tanfolyamot, és um, ezek a foglalkozások most Kolozsváron egyre nagyobb uh, népszerűségnek örvendenek, hál' Istennek, ez mutatja az a tény Mi jobb ez hozzánk Kolozsvára, vagy hogy mióta van uh, mondjuk intézményesítve? Első alkalommal uh, Grassini Mola, ő volt az első, akinél még Erika is elvégezte a tanfolyamot, aki behozta a kerekítőt ide uh, Kolozsvára, neki köszönhetjük. Én Nagyváradon uh, voltam foglalkozásvezető, úgyhogy lassan már 10-12 éve. É hogy vannak itt már Kolozsváron kisebb-nagyobb kihagyásokkal foglalkozások. És amint mondtam, most már egyre ismertebbé válik a fiatal családok körében, hiszen most már csak Kolozsváron három különböző helyszínen, három foglalkozásvezető várja a szülőket és a gyerekeket ilyen jellegű foglalkozásokra, és szeptembertől talán százfenesen is indul egy ilyen jellegű foglalkozás. A Planetárium kids nek a megálmodója vagy, a mindenki tudja, hát azt hiszem elég sokan hallottak, illetve itt az Erik is a Planetárium kids ről Te voltál ennek a megálmodója, mi motivált akkor, milyen gondolat mentén? Amikor én igen, Kolozsvára kerültem, akkor csak a kerekítő foglalkozásokat tartottam és uh, mind a mellett, amiket elmondott Erika, hogy milyen jótékony hatása van az ilyen ölbeli játékoknak, illetve még hozzátenném azt, hogy a szülőkre is nagyon-nagyon jó hatással van, mert mivel a gyerek uh, észrevétlen, nagyon sok inger éri őt, és uh, fejlődik ezáltal a beszédképessége, a mozgás koordinációja, ugyanakkor a szülőnek is nagyon jó, hiszen a mondókázó éneklő szülő sosem feszült, tehát hogy mindig adott egy olyan, uh, ideális állapot, ahol a gyerek is és a szülő is felenged, és nagyon jól érzi magát. Na, elkanyarodtam az eredeti kérdéstől. És azt láttam, hogy közösségteremtő ereje is van ezeknek a foglalkozásoknak. És egyre többen kezdtek járni, egyre többen érdeklődtek, és egyre többen mondták, hogy többször is szeretnének találkozni. És innen jött aztán az ötlet, hogy legyen egy olyan központ, ahol összegyűlhetünk, és most már egy ilyen családi központtal nőtte ki magát a Planetárium Kic, ahol a kerekítő foglalkozásokon túl egészen föl, kamaszkorig tartanak foglalkozásokat gyerekeknek. Hányodátok? Hát fiatal családok népes számban, nagyon sokan vagyunk, pont a, a múlt hónapban volt itt nálunk Kovács Judit Budapestről, és azt hiszem, hogy akkor legalább 60 család volt jelen az általa tartott foglalkozáson, és azon kívül még a sok-sok foglalkozáson, hát számszerűleg nem tudnám megmondani, de... Évről évre többen jönnek oda hozzánk, úgyhogy ez biztató számunkra. Nyilván ismertek egymás munkáját. Ki hogyan közelít mondjuk ugyanahoz a módszertani alaphoz, de mi a különbség? De a kettőtöket kérdeznek igazán. Hát um, Erika járt hozzám foglalkozásra a gyerekével, ő is. Uh, amit nem mondtam még, hogy a kerekítő foglalkozásoknak több típusa van. Van a kerekítő mondókázó, ami a legkisebb kortól már uh, ajánlott. Itt a hangsúly főleg az ölbéli játékokra, illetve az éneklésre, a hangszerjátékokra kerül. Kerekítő manótorna, amit én tartok a Planetárium Kidsben, oda már a, az ölbeli játékok mellé nagy mozgás mondókák is bekerülnek, ez már a nagyobb gyerekeknek, ugyancsak a 0-3 éves korosztály, de főleg már a totyogó gyerekeknek, hiszen ahogy nőnek egyre nagyobb a mozgásigényük, nem biztos, hogy már egy helyben ülve 30-45 percet el tudnak tölteni, ezért itt már tornaszeres játéktér is bekerül, tehát nekünk alapvetően a foglalkozás típusa is változik, és amit én még úgy gondolom, hogy különbség, és szerintem ezt és meg tudja erősíteni, hogy talán te a népi vonalat azáltal, hogy néptáncoktató is vagy egy picit erősebben képviseled a Igyek hát, um, Igyekszem mondjuk a, a népdalokat nép bevinni hangszerjátékokat, ugye, ahogy Ibolya mondta, és főleg népdalokat, amennyire lehet eredeti népdalokat, azért, mert a szülők is örülnek neki, tehát, hogy, Értem. hogy látom, hogy úgy kérik, és hogy tanuljuk meg, és akkor megtanulunk közben a népdalokat. Úgyhogy... Mondjátok el nekem, hogy hol találkozhatnak veletek a, a nézőink, a közönség. Ugye a, K a Kolozsvári Magyar Napokon is kint vagytok, vannak programjaitok, hogy oda lehet menni, meg lehet nézni, hogy miről is van szó, hol, mikor találkozhatnak veletek. Hát az eddélyi hagyományok háza szervezésében működik a Magyar Napok alatt. A Folk udvarban, a a református kollégium, a udvar, hát az udvarból fel kell menni az első emeleten, az egyik osztályban. De plakátok vannak, és ott lehet tájékozódni. Holnap, tiz, holnap 16 órától, illetve vasárnap 11 órától várjuk még a családokat. Csatári Járikának és Kémelési és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és erről beszámoltatok. Köszönjük szépen. Hát nagyon is. sok kerekítő alkalmat kívánok nektek. Köszönöm szépen.